Van, aki a saját településének a nevét nem tudja leírni helyesen. Van, akiknek az eladni kívánt tárgynak, terméknek a nevét sikerül elgépelni. Olyan is van, aki jól feladja a hirdetést, de a melléket fényképen valami teljesen más dolog van. Arra is volt például, hogy csak egy szavat gépeltek el a hirdetésbe, de emiatt volt hasfájósra vicces az egész poszt. Na tere buzacső lelkecskéim! Ti most, ha nem tévedek, akkor a vicces erdei apró hirdetések 8. részét lássátok. Ebben a részben nem sok hosszú hirdetéssel találkozhattok, sokkal inkább egyszerű, számunkra nagyszerű, a vevők számára hát inkább kinkasárvas hirdetések lesznek. Azt mondja, hogy halogatott bükkfától elkezdve a villanypoznán keresztül a kancsoló, a plazmatávás, minden lesz, úgyhogy maradjatok velem. Ha netalántán olyan hirdetést látnátok, ami már volt valamelyik régebbi epizódban, akkor elnézéseteket kérem, legények, leányok, csak tényleg egy kicsit összekavárgattam a hirdetéseket a múltkor, és megtörtént, hogy vagy a régi bécsúszott az újak közé. Na csapjunk a lecsóba, vagyis a mi esetünkbe a hirdetések közé. Előre lássuk, van vagy egy elírt település név, és nézzük meg azokat. Kérdi vásárhely. Méret miatt eladó 42-es? Azt ugye nem írták már a képre, hogy kabát, vagy mit tudom én, az miféle, köntös, vagy miféle. De ugye nagyjából látszik, hogy kabát. De hát Kérdi vásárhely. A szegény Kézdi vásárhely és Székelyudvarhely, ez a két városunk, ami szana szét volt, már össze-vissza annyi verzióban volt, s láttam írva, hogy már nem lepődök meg semmin. Kérdi vásárhely. Mit kérdez vásárhely? Sepsi Szentgyörgy. Eladó Akepen látható Volkswagen Bora, Kolfodi okbagyokkal, 19 motoros 99 évjarat, megkimilt alapotban, érdeklődni privatban vagy telón. S eladták, már oda van írva nagyba, hogy eladva. Kolfodi okmagyokkal. Napszemüvel kell-e valamelynek? 10 lejvettem, 37 adom. Nemrég jártunk Hunorkával mágnes horgászni Bigfalván. Ha nem láttátok, keresétek meg azt a részt. Azt mondja, hogy hullos alma eladó 0,50 bánik, köge, bokfal van. Hív, nem is azt mondod írva, hogy hívja a telefonszám, vagy valami hív, és a telefonszám. Mi? Hív fertőzés. Bokfal van. Szegény Bigfal van. Bigfalvából még nem evickélünk a bükkfáig, de oda is kiukadunk. Még van egy ilyen elírás. Figyeljetek, ezt én találtam, nem is tüküttétek. Gergettem lefelé a telefont. Nézem, ember hirdetések elé jönnek, írja, és egy Csaba néz meg a hirdetéseket a közeledből. Látom dió, ház, csempakája, minden rendben. Nézem, ember, az Ika várnak a tornya, le van fényképezve, 220 lefej van téve. Mi tud ellenni? Mi a jó Isten? Real lépek. Látom ki van írva, Csernáton 220 le. És oda van rakva az Ikavárának a képet. Hátas dobtam, néztem, hogy ez most mi akar lenni. Kies raktam még Instán egy sztoriba. És van leírás, és utána köböztem, csillabizáltam ki. Azt írja, eladó 47 köbméter fenyő lábán. Ezt most úgy tudtam elképzelni, hogy valahol ott az Ika vára körül valami fenyőfa eladó. Kiment az iparosunk, és gondolta, hogy na lefényképezi a fenyőfát, ami eladó. De ha már ott van a toronynál, akkor a toronyról is rittyánt egy képet. Jó, van Álfi. És a hirdetésnél mellényom, hogy csak toronyról rakta fel a képet. Ezt én kigondoltam, aztán nem tudom, hogy vajon mire gondolt a költő. De van ilyen, és lássátok. Hónap után meghirdetem, hogy eladó 2 méter condra, és lefényképezem a szomszéd kocsiját, és azt teszem ki képnek. Jöjjön két olyan hirdetés, amikor mosógép szerelőt, illetve az nem jól mondom, mosógép szereplőt keresnek. Hogy melyik filmhez, azt nem tudom. Mosógép szereplőt keresek, aki házhoz jön. Ennyi a hirdetés. Az én nagyom olyan, hogy már így el is képzeltem, hogy egy kultúrház rajta valami színdarab, és akkor valaki be van ültetve a mosógépnek, és ő is ott színdarabból. Uram,
egy dolog, hogy szerelőhelyet, szereplőt írnak, de van egy olyan, amikor írni se tudnak, és így keresnek mosógép szerelőt. Van valakinek olyan izét rakott ide, ilyen tüzes hátterát, hogy nem látszik, a tüz elnyelte a betűt. Van valakinek mosógépre nagyon jurkoson kena a zenime elromlott, köszönöm szépen előre, boldog koragon, kivonok mindenkinek. Ja, várjál! Boldog koragon. Most értettem meg, tehát neki egy mosógép kellett volna nagyon jurkoson, mert az övé áramlott. És akkor gondolta, hogy valaki hátra tud neki adni, tehát ő nem szerelőt keres, hanem egy új mosógépet. Így koragon környékén. Valamit nekem erős érdekes volt az, hogy valaki valamit villanypoznát árul. Igen, villanypozna. Valahogy nem tudtam felfogni, és ebben segítsetek nekem megérteni, hogy mindegy, előre mutattam a hirdetéseket. Itt az egyik azt mondja, eladó villanypozna. Kész, tízd le, fejem van rakva, le van fényképező, aki van dővel villanypozna, meg van hirdetve. Oké. Másik, eladó villanyoszlop. A villanypozna és a villanyoszlop az egy kutya. Ez már 500 lej, úgyhogy ez valamivel többet tud biztos. Önmagában ezek a hirdetések így viccesek. Ezért is kerültek be a videóba. Mert azért elég szokatlan, hogy valaki villanypoznát árul. De mondja meg nekem valaki, hogyha mondjuk vásárolok egy telket, és azon van egy ilyen kábelektől kiiktatott magányos villanypozna, akkor azt én el tudom adni a saját zsebemre. Tehát azt én megvettem a telket, a pozna rajta volt, és azt el tudom adni. Az a pozna nem a hivatal, vagy mit tudom én milyen szerveknek a tulajdonába áll. Vagy hogy van ez már? Ha nem, akkor hónap köcsön kérek egy traktorcsit lefelé a parba, mint kihúzatom a poznákot. És indul és a pozna bizniszkedés. Egy pozna valaki nem érdekel, ó, csunadom. Mondjuk mi a f*** csinál bárki es, aki poznát veszel? Vagy mi veszel valaki poznát? Mi akar valaki poznát venni? Kezdjük itt. Te megvennéd, mit csinálnál vele? Nyúlkatrecet építelé belőle? Vagy mit lehet csinálni egy poznával? Na mindegy, a továbbiakban eladjuk a diót, utána eladjuk a diófát és hogy tudjunk fát venni. De előtt eladnék én is nektek valamit, hát hogyha már poznákot árulnak, akkor itt megragadnám az alkalmat, hogy meghirdessem, hogy vannak termékeim. Itt a blúzes rajtam, itt a csuprok, minden. Van egy webshopom, link ott a leírásba, nézzetek be a boltba, s ha úgy tetszik valami, megtetszik, akkor vegyétek. Héjas diót vasarolok, vekara, érdeklődni privátban vagy telefonon. Héjas diót vasarolok, vekájára, érdeklődni privátban. Szóval ezt hasonlítsuk a leírást a címmel, akkor ami a leírásba ékezettel van írva, az a címben nincs ékezettel írva, s amit a címbe írtak ékezettel, az a leírásban nincs. Mi az, mit jelent az a szó, hogy vekájára? Vekoro? Dekára? Dió vásárol dekára? Vagy vekájára? Az nem tudom. Beírtam így Google-be, hogy dió vékájos, dió vekájos, semmit nem adott ki értelmest, úgyhogy nem tudom, de lehet, hogy csak én vagyok butta, segítsetek komment szekcióba. Na mindegy, az a lényeg, hogy leszedtük a diót, ügyesen várjuk a diósokat. Dió, dió, pe lábus, pe ulé! Tegnap is úgy keresték a diót, ember, ezt hallgassátok meg, ha le is videóztam, mert ki is raktam még Insta Story-ba, és hol van te. Tavaly dió, régi dió veszünk! Na, és akkor ügyesen jönnek ezek, megveszik a dubával a diót, és akkor mit csináljunk a fával? Hát vágjuk ki is, adjuk el, vagy a lábán adjuk el, azt mondja. Eladó lábon alló diófa, koszos megegyezés alapján. Koszos megegyezés, mert a tiszta kezem nem kell, csak a koszos, vagy mi? Leülnek. Na akkor nézzük meg, hogy koszos vagy-e. Ha koszos vagy, akkor meg tudunk egyezni, de ha megfürödtél, akkor nem tudsz tőlem diófát venni. Na és akkor azért mondom, hogy... akkor ugye valakinek koszos megegyezéssel eladjuk, az kivágja a fát, elviszi, lesz pénzünk, és a pénzre keresünk bigfát. 22 köbméter fát vásárolnék, ami legyen bigfa. 2500 lájt adok. Figyeljétek, hogy kitette fel a hirdetést. A názáreti Jézus Krisztus. És valaki odaírt a kommentbe, hogy keresztnek kell. Ezt Jézus úgy megkapta, hogy lehet, hogy meg is feszült. Befejezte.
Na de ha már Jézus Krisztus Urunk bükkfát keresett, akkor tudok adni neki bükkfát. Halogatni bükkfáj eladó 300 láj méter. És a címbe halogatni bükkfáj eladó. És felé oda van írva nagyon okosan, hogy nem jó halogatni, mert akkor fáj, ha nagyon hideg lesz. És ezért lett bükkfáj. Nem ha... Hát igen, az biztos, hogy a hideg tud csípni. Csak már békén szerezni, és a nyava jegye meg, mert úgy megdrágították, mint a rágódi rágsúlyt. De mókás egy kiírás lett. Vagytok meg köncsepp a szemem sorkába megjelent. Hát adod a diófájt, és beszél a bükkfáj. Továbbiakban pedig ilyen gyors, egyszerű, nagyszerű, rövid hirdetéseket fogunk megnézni, amiket így kiírtak. Lapos káposztát szeretnék, nem agyfejeket. Aztán meg kell bolonduljak ember. Lapos káposztát szeretnék, nem agyfejeket. Nem agyfejeket. Ez meghalad engem, ez meghalad. Maros megyén a helyi termelők piacán volt ez feldobva. 10 hezzaszólás, biztos értették egymást, én ezt nem értem. Lovas Árdély, Árdély Y, mezőgazdasabb. Vasták fajja... Tü-tü. Vasták fajítá, kancsá csikó, árdakál, piros pai, vagy jégytelen faketá, képe kék varok. What the fuck? Azt a... Húhe, egy pillanatig megállt az agyon, várjatok már, megáll az ész, és ácsolok. Ezt most megpróbálom kiköbözni. Vastag, fajta, kanca, csikkó, érdekel, piros pály, vagy jegytelen, fakata, képeket várok, varok. Képekék, varok. Közületek, tud-e valaki képeket varni? Kövessetek be Instagramon, és varjatok rólam egy képet, amíg kirakok egy újat, addig varjatok. Hát helyen, most pedig jön egy újfajta kutya. Mi fajta kutya ez? Érdekel, egy aukazusi, kaukazus, egykát eves kutya, szukas gonosz. Aukazusi, kaukazus, az mi? Mondom, hogy ez egy új kutyafaj. Jó, hogy nem izé, van a mosógépnek a márkája, a Zanussi, hát szintal, egy Zanussi, kaukazusi. Vagy kaukazusi Zanussi. A mosógépet csak kutyát párosították. Még el sem olvastam nektek, s már kell kacagja. Minden, ami eladó, for sale devün zare. Beteg gondozót keresek idős hölgy mellé sürgősen. Értitek? Beteg gondozót keresnek idős hölgy. Jó, tudom, hogy ez most csak az én agytöröztem és az agymenésem, hogy többet látok belé ebbe a két szóba, hogy beteg gondozó, de hát most... És tudom azt is, hogy legtöbb helyen ezt így hívják, de ettől még vicces, hogy idős hölgy mellé beteg gondozót keresek idős hölgy mellé. Igen, ezt tudom, ez Kárpátalja, de ezt csak megint béket tegyem. Sziasztok! Olyan kunya érdekelne, amelyik jó pocok fogóna, persze a nyírkéket ne bántsa, Balazsér Jánosi vagy Begány körzetéből. Olyan kutya kell, amelyik a nyírkéket nem bántsa. Kutyában szinte kenya lett ember. Kunya, kenya, nyírkéket ne bántsa. Ez a nyírkék, ez egy új magyar kétértelmű szó. Már hogy van nekünk a nyírfa. Megfessük, akkor lesz egy nyírkék, de lehet arra is használni, hogy a csürkéket, hogyha lefessük, és akkor ne bántsa a kutya a nyírkéket. Napos bika Born út vásárolni. Ez az a tipikus fáza, amikor autokorrekt az, hogy véletlen helyezlés, akkor, mert amúgy nagyjából helyesen le volt írva. Következő hirdetés, az senki nem tudja, hogy mi akar lenni, tehát te se tudod kitalálni, de ha kitalálod, írd le kommentbe, de nem fogod, mert nem tudod. Van 150 kilós egy VSYG. Ferencünk kommentben meg és kérdezte, hogy mi? Én ezt meg tudnám kérdezni, hogy mi? Gondolom te is meg tudod kérdezni. Mi? Gondolom a szomszédod is meg tudja kérdezni. Mi? Gondolom a szomszédodnak a szomszéd is meg tudja kérdezni, hogy mi? 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 Megint a kutyák. Hogyha ugatnak a kutyát levágni. Aztán idák bejönni, ember. Meg kell egyek egy darab tésztát már. Mindjárt visszajött tészta, még lesej. Vannak azok a szavak, mikor csak egy betűt kicserész vagy félregépész, és már egy teljesen más értelme lesz.
Erre egy erős jó példát hoztam most nektek el. Kézdivásárhelyen, de persze miért te sírnák oda magyarul, hogy kézdivásárhely, inkább kiteszik románul, hogy türgusek, ujjeszk. Hotel jó állapotban eladó. 50 lej. Milyen hotelt árulhatnak szerintetek 50 lej? Ilyen. Egy fotelt. Hú, hát... Ha hotelt akarnék, mennél egyből lecsapnék erre. Milyen szép tangyírka van a feltéve, helyes, abros, minden, valami vasárnap, valami ünnepi vacsorára készültek. Valaki már kérte a kocsonyát a tangyírból, ne? Megint a kutya, hát most. Nekem csak egy lovam van ember. Hú, valahol egy kutyám, és állj meg, hagyd el ott. Sima, szuru, szuka, törpe, kolyók, tacskót keresek. Az első két komment. Nem tudom, magyarul, az milyen állat? 7 szóból 3 fixen helytelen, úgyhogy így hirdetnek felénk az emberek, hogy 7 szóból 3-at nem tudnak leírni helyesen. Szomorú. Hogy a törpe, lássátok, a törpében van öbetű, a kölyökben is van, ne írtsetek félre, csak oda már nem tettek öbetűt, ott már kolyok. Tehát valaki ezt így leírja, hogy törpe és kolyok. Nem hirdetések, nem teljesen hirdetésekkel folytassuk a sort, de meglássátok miről. Magyarázok, nem húzom a szót. Kaufland elől, aki elvitte a botmixerem, legyen szíves, adja vissza. Tudom nem szabad az ilyesmit kiröhögni, mert szomorú dolog, hogy lopnak az emberek, de ezt így leírni. Aki elvitte, adja vissza. És oda felé a zárójában, de mondja, egy 130 lejes Kauflandos botmix. X-szál van írva, botmix, és egy nagy ez betűszer, botmixer. Aztán megtörtént udvarhelyén, ez egy szép magyar szó, bababörze. Jó napot kívánok, udvarhely és hagymás között elmaradó csomagtanztúr bús elhagyta kinyillott csomagtartó, nagyon fontos volna megtalálni lila, nagy táska. Aki látá, megkapta jeleze. Drukkolok, és remélem, hogy azóta már a Baba Börze csoportban megkapták ezt a lila csomagot, vagy mifélét? Mert nem tudtam megérteni, milyen csomag maradt el, csak hogy elmaradott a csomag, és kinyílott a busman, s... Oh, mi van itt? Itt értelmezni se lehet. Szentgyörgyi mindenes piac. Kedves Ibolya azt kérdezi. Hol van ez a piac? Hát kedves Ibolya néni, ez a piac egy online felületén van elhelyezve, azon belül a Facebookon, és ez egy ilyen online piac, szóval ezt ön ne keresse térképen, vagy ne keresse a városába, már nem fogja megtalálni. Aztán van a másik, mikor valaki csak így random a semmiből kiírja, hogy nem postázunk. Jó, annál megértettük, rendben van, de mit nem postáz, vagy árul valamit, vagy új tevá eladó, és oda van téve kommentbe a tevéről egy kép, hát nekem egy kicsit plazma tévének tűnik ez a tevá. Tudtam, hogy kommentbe szétszedik szegény nénit. Hány pupu a tevá? Csak egy pupu. Ékezeteket oda kell rakni, mert nem mindegy téli gatya, vagy teli gatya. Ennyi, bingo, itt van a kutya elásva, a kutya elásva. Sivatagból importált, azt kérdi valaki. Hát csak is. Azt mondja, nagyon jól működik Full HD! Toshiba 1000 lej. Hát én a hibát azt már megkaptam a Toshibába, a Full HD. A Full HD-nál van a hiba, engem nem várték át. És akkor még két hirdetésünk maradt tovább, ezt a Wauwau kunya, most már lerakom, már nem lesz kunyáról szó. Nagyon jó állapotban, tulajdonos ára euróban alkutható. Én így néztem, hogy legálisan meghirdetett emberkereskedés zajlik-e, vagy mi van itt, hogy valaki a tulajdonos tárulja a kocsi helyet. Ez a 7 esztendős kancsó kocsit, kaja, egy hónapos, az idő, az édesapja látható, az alsó képen nagy szégyen piros, és kit érdekel, ezen a telefonszámon elérhető a kanca, 3000 euró zárás, még abból alkudni lehet. Azért nem tudok kacagni, mert már le vagyok fáradva. Én itt nyírtam ki magamot, tehát ezért is fejezem itt be a videó, már eddig juttam el, tehát hogy kancsó, kocsit, kajó, egy hónapos, szégyen piros, ezen a telefonszámon kit érdekel? Hideges kirázott ettől a hirdetéstől, na úgyhogy körülbelül akkor ez volt az utolsó, amit ebben a videóban megnéztünk. Most pedig én akarok nektek szintén feltenni egy hirdetést, nem egy kancsót, egy csengettyűt árulnék nektek, és nem ezt, hanem a
YouTube csatornám alatt ott van egy ilyen pirosba, hogy feliratkozás, ha még nem iratkoztatok fel, azt meg kell nyomni, egyből megjelenik ott egy csengőcske, és ott rá kell lépni arra, s ott az összes értesítést el kell fogadni. Nos, akkor cserébe én küldök nektek értesítést, ha új videó van. És amelyik a videót megkossza, azt áldja meg a nazareti Jézus Krisztus, gyertek, lajkoljatok a videót. Én Mr. Originali Lila Taliti Csabika vlottam. Szívem sem az információt. Szerztok!